Letértünk a Bartók Béla bulváron, a kis présházba, ahol a szellemi táplálékot többek között a Prékiadó könyvei nyújtják, de azért jelzi a dekoráció többek között egy hordó és egy péklapát azt is, hogy enni-inni is lehet egész nap, illetve esténként programokat kínál különböző művészeti ágakban a kis présház. Mi a környékre jártunk szerkesztőségi üléseket tartani folyamatosan a Pré irodalmi folyóiratnak, a Pré.hu művészeti portálnak, és a kiadó is innen növekedett ki. Jártunk a Keletbe, volt itt régebben egy Szonáta nevű hely, a Hadikba is jártunk, a Szatyorba is. Arra gondoltunk, hogy bár mi nem vendéglátósok vagyunk, egy ilyen kisebb dologgal azért megbirkózunk, és rendszeresen vannak gyakornokjaink, és a gyakornokokat kérdeztem meg első körben, hogy szeretnének együtt dolgozni. Kiderült, hogy abszolút igen. Nálunk mondjuk van gyakran költő vagy író el a hűtőpult mögött, és a méret például Bécsben van egy nagyon híres hely, a Havelka, amelyik nagyjából ugyanilyen, vagy még kisebb méretű. Tehát én azt gondolom, hogy az számít, hogy amikor buli van, akkor sok jó ember fér el a kis helyen, amikor pedig nincs buli, akkor egy picit lazábban lehet lenni, de nagyon, nagyon kellemesen. Vannak saját elgondolásaink a koktélvilágról, és ezeket a saját könyveink alapján neveztük el. Illetve ami talán nem koktél, és nem is annyira hozzánk, mint a műveinkhez köthető, az a verzsű limonádé, amit máshol nagyon nem is látok. Zölden leszedett szőlő kipréselve, és a szódával, citrom, karikával, lájmal, stb. Felöltve. Ez mondjuk így az alkoholmentes koktélunk. Buthatálat is lehet kapni nálunk, ami megint csak nem az az általános kocsmázós vagy éttermi dolog, hanem inkább egy picit értelmiségi, filozófikusan, hogy itt fogalmazza. És miközben be lehet ide ülni egész nap, délelőtt 10-től késő estig? Éjjel 11-ig vagyunk nyitva. Hát este azt általában vannak programok is, de a programokon nagyon örülök neki, hogy rengetegen, akik itt vannak, azok itt maradnak, és utána volt már olyan nevegy, aki elkezdett visszajárni a programjainkra. Ez egy különlegességünk, hogy nincs zene. Az egész világ tele van zenével, szerintem nagyon jó, hogy vannak ilyen csendes pontjai is a városnak.